Szeretettel köszöntöm Önöket, Köztér című műsorunkat látják. A mai adásban Viza Attila, a 8-as számú választókörzet önkormányzati képviselője a vendégem, akivel az elmúlt több mint egy évtizedről fogunk beszélgetni, és a Palotaváros északi részén megvalósult és majdan megvalósuló fejlesztésekről. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok, köszöntöm Szilvia. Hát, ahogy a felvezetőmben is elmondtam, több mint egy évtizede ön már ezt a városrészt képviseli. Egy picit beszéljünk a kezdetekről, hogy hogy jött az, hogy mondjuk 2010-ben egy ilyen szép és nemes útra lépett? Hát dr. Csapakovics András polgármester úgy jelölt, kért meg mi 2010-9 tájékán, hogy gondolkodjunk azon, hogy esetleg nem vállalnám el Palota város észak képviseletét Fidesz-KDNP színekben. Én akkor egy kicsit hezitáltam, és hát nem azt mondtam, hogy bizonytalan voltam, de sejtettem, hogy azért ez nem lesz olyan egyszerű dolog, és azért a mostani időkben ez be is igazolódik, hogy azért, ha az ember valamit szívvel, lélekkel csinál, akkor bizony, vagy csinál, akkor az felemészti egy picit, de hát aztán fel is töltődik, hiszen hogyha sikerek vannak, és dicséretek, azért az mindent kárpótol, és nagyjából így kerültem bele. Hát nehéz helyzet előtt állt a város 2010-ben, tudjuk, hogy adósságkonszolidációra volt szükség, de ahogy ez megtörtént, gyakorlatilag a városrésznek olyan lehetőségei adottak, olyan lehetőségek nyíltak, amelyeket én azt gondolom, hogy az elmúlt tíz év után most már joggal állíthatjuk, hogy beigazolta, hogy jó kezekben van a városrész, ha ilyen kicsit szerencsétlenül mondhatom. És én azt gondolom, hogy eredményes munkát végeztünk, és hát persze még számtalan előttünk álló munka és feladat van, de ahogy a minap megjelent újságokban is írtam, illetve polgármesterről is beszélgettük, hogy azok a fejlesztések, azok a infrastruktúrális beruházások, amik történtek, akár játszótereket veszik, akár a rekreációs parkot, akár a parkolókat, akár a tömegközlekedés, ez mind az ott élők javát és kezdeményezésére indult meg és szolgálja az ő életüket, mert igazából Palota város egy jó városrész, nagy zöld területekkel, sűrűn lakott, de mégis nagy zöld területekkel rendelkezik még az épületek lakótömbek között is, és csak ilyen, hát nem azt mondtam, hogy kozmetikázni kell, de azért ilyen apróbb dolgokat, ami úgymond az életminőséget javította. Tehát, hogy egy ott élő ember, ha megfáradt nap után hazaér, akkor tudjon parkolni, vagy ha hétvége van, akkor és rekreálódni szeretne, vagy sportolni, akkor gyakorlatilag csak lemegy a saját lépcsőházából, és pár száz méteren belül egy olyan, azt gondolom, hogy most már nívós helyszínen sportolhat, kikapcsolódhat, amire vágytunk. És én azt gondolom, hogy ez igazolt az elmúlt 10 évet, de valahogy így kerültem bele. Kicsit elkanyarodva az eredeti kérdéstől. Pontról pontra szeretném is, hogyha végigvennénk, hogy mi minden valósult meg. Azért ez egy 20 000-es városrész, hát a városnak igen nagy részét elviszi a lakosság, és hát ugye nagyon sok fiatal lakik itt, családok inkább. És ugye ebből az övezetből mennek el aztán családi házba, és aztán cserélődnek, ugye, akik ott laknak, újabb beköltözők érkeznek. Ez egy igen nagy feladatnak tűnik, ezt mind karbantartani, rendezni, és mindenkinek az igényeit ugye szem előtt tartva megfelelni. De nézzük akkor, hogy mi minden nem ment át Palotaváros, és mielőtt még belemennénk, egy picit határoljuk be, mert ugye Palotaváros egy nagy városrész, és ugye két részből, Elészak és Dél, a másik részében Farkas László úr a képviselő. Az ön körzete pontosan mettől meddig tart? Így van, akartam is az elején, hát nem kijavítani, csak a 20 000-es Palotaváros, ugye az kettében van, tehát 10 000, mondjuk azt, hogy nagyjából 10 000 emberér, idézőjel felelek, illetve az ő életterükért. Ez pedig található a Halász utca, és a Kelemen Béla utca másik vége, Hübner András és a Gáncs Pál utca ölelésében. Uh-huh. Nagyjából így ölelhető át ez a 8-as választókerület.
beletartoznak a palotavárosi tavak, a Murvás parkoló nem, bár sok kritikát kapunk, de ugye azt azért tudjuk, hogy az nem önkormányzati tulajdon, tehát ugye azért nehéz bármilyen fejlesztést, illetve hát nem is jogszerű, bármilyen fejlesztést akár még feltölteni a parkolót, hogy esős időben ne legyen ott esőtenger, vagy víztenger, vagy sártenger, kinek mi tetszik. Rózsaliget, Zicsiliget beletartozik? Nem. Hát ugye a Palotai útnak a nyugati részein, ebben még mondjuk beletartozik az Ady Endre lakópark, és még néhány ház a strand mellett, és nagyjából ennyi. Változott egyébként a körzet területi kiterjedése oly módon, hogy a Börgyár utca és a Szent Gellért sor tüskéje, én csak úgy hívtam, tehát ami bemegy a, hát most nem akarom megmondani, reklám lenne a kocsmához, a csatornapart mellett, akik ott élnek, pontosan tudják, hogy miről beszélek, és milyen finomsat árulnak, és facalt, az Szigli István képviselő úrhoz tartozott, de ahogy fogalmaztam, ugye tüskeként szinte bent volt ebben a palotavárosi északi testrészben, és számtalan olyan probléma adódott, amit ugye egy palotavárosi ezt a területet használta, átsétált rajta, de hogyha havat kellett volna takarítani, vagy világítást építeni, ugye ezt nem tehettem volna meg, csak a Szigli képviselő úr hozzájárulásával. És aztán az idei év, elnézést kérek, 2021-et írunk, a 20-as év az ugye kiesett a Covid miatt, tehát 2019-es választásokon már ez a Börgyár utca, így tüske is Palotavároshoz tartozik, és én azt gondolom, hogy így egy jól kezelhető egységet alkot. Igaz, hogy a palotavárosi északi rész a lakótelepes övezete, az egy homogén övezet volt, most itt kiegészült néhány családi házzal, de mások az igények, mások a problémák, de én azt gondolom, hogy ezt a kellő rálátással jól lehet kezelni, és az ott élők valóban elégedettek ezzel a megoldással. És hogy mindjárt egy konkrét példát is mondjak, hát ilyen volt ugye a Svébis-Günd utca meghosszabbítása a Jankovics utca fele, ahol egy autós hidat építettünk a Varga csatornára, és kialakítottunk egy olyan új csatlakozási pontot Palotavárosnak, amely megkönnyíti akár a reggeli, délutáni közlekedést, hiszen aki ott él, az pontosan tudta, vagy tudja, hogy a Kelemen Béla Palotai út kereszteződésében mindig hosszú feltorlódott sorok voltak, akár 4-5 lámpányi idő, váltóidőt is kellett várni, mire átjutott valaki. Ezzel a megoldással nagyban tehermentesítettük azt a szakaszt, és gyakorlatilag még egy helyen lehet bemenni a Palotavárosba. Ez már annak a projektnek a része, ami a palotavárosi tavak rekonstrukciójához kötődik? Nem. Nem? Ez ettől független? Persze szoktam mondani, hogy mindennel összefügg. Ahhoz, hogy ez a beruházás, vagy inkább fejlesztés, mert ugye hát ott hát egy 30, hát gyakorlatilag ott sose volt út. Palotaváros elkészült, amikor elkészült, és azóta ez úgy félbe maradt. És nyilván a friss szem, aki meglátta, hogy itt azért jó lenne egy fejlesztés, ami tényleg az ott élőknek segíti meg a hazajutást. És ugye azon túl, hogy az ember érezte, hogy mi a megoldás, a közlekedési iroda munkatársai tényleg nagyon gyorsan felvázolták, hogy milyen megoldási lehetőségek vannak. Így alakult ki egy kis körforgalom a Jankovics utca részén. A másik, a benzinkút felőli részen nem tudtunk körforgalmat kialakítani, ott bizonyos védőtávolságokat kellett tartani, aminek megvan az előnye, hátránya, majd erről is beszélek, ha szükséges. És a lényeg, hogy megvalósult, azok a lakók, akik gyalog közlekednek, most már járdán közlekedhetnek világítással, reméljük pár év múlva árnyékos fák alatt. És hogy mindez, hogy mindennel összefügg, ugye mielőtt ezt meg tudtuk volna csinálni, a Varga csatorna meder felújítását el kellett végezni. Hát most már nem emlékszem, de valahogy 100 millió forint körüli összeg volt. És hogy ezt miért kellett megcsinálni? Hát azért, mert Felsővárosról a felszíni csapadékvíz elvezetés az ezen a mederárkon folyik, egészen a palotavárosi tavakig, hiszen azok egy záportározók,
és ott is kellett ugye kapacitást, átereszt építeni, tehát tényleg minden összefügg, de az később jött. Illetve hát előbb kezdtük el, de később valósult meg. Ezt úgymond, hát ugye 2013-ban volt erről először szó, amikor az adósságkonszolidáció létrejött, hogy tényleg mi az, amire szükségünk lehet ott. És hát ugye tavaly adtuk át, hát azért kellett hozzá 7 év, ez számomra egy kicsit olyan hosszú időnek tűnik, de így azért most már gyakorló képviselőként, közéleti emberként látom, hogy azért hát vannak ennél hosszabb projektek is, meg rövidebbek is, de hát nem szabad feladni, hanem mindig menni kell és csinálni, és elkészül, amikor elkészül, persze mindenki azon, hogy minél hamarabb, minél gyorsabban és minél szebben, akkor már a végén örülhetünk. És ugye ezt a hatalmas dilemmát kell egyszer valahogy feloldani, vagy mert mindig kérdezik, hogy de miért ez lett beletervezve, miért az? Hát ugye egy vállalkozó minél több pénzt akar, úgymond minél kevesebb munkáért. Egy képviselő vagy egy önkormányzati hozzáállás pedig az, hogy minél több dolog valósulja meg minél kevesebb pénzből. És ugye ezt az egyensúlyt kell megtalálnunk. Hát nem mondom, hogy minden elégedett vagyok, de azért jó szívvel megyek ki palotavárosi tavakhoz, látva az emberek, hát most persze lehet, hogy ilyen túlzó lenne, hogy boldog és egyéb vidám életüket, de mégis én azt gondolom, hogy aki szabadban van és a zöld területben, ő ott rekreálódik, és valóban egy feltöltődéssel töltheti azokat az órákat, perceket, amiket ott tölt. Picit beszéljünk is akkor erről részletesen. Én, ha jól emlékszem, 19. szeptemberre környékén ültünk egy Esti Mérleg című műsorban, és akkor vázoltuk fel a terveket. Ahhoz képest, tehát azért hosszú évek megelőző munkája szükségeltetett ehhez, de ahhoz képest a közelmúltban már át is adták. És hát igen sok minden történt itt, nagyon látványos fejlesztések. Ugye ebben parkoló létesítése is van, és hát egy csomó minden, ami a családoknak azt a kedvező létét szolgálja, hogy mondjuk, hogyha egy kicsit ebben a akár covidos helyzetben is, vagy bármikor máskor szeretnének kimozdulni, akkor tényleg mindenre van lehetőség. Picit beszéljük át akkor, hogy itt a tó környékén mi minden valósult meg. Gyorsan elmondom, hogy minden valósult meg, jó? Tehát az eredeti terveinkben szerepelt egy vízijátszó tér kialakítása. Aztán, hogy az most jó vagy nem jó, de én azt gondolom, hogy szakemberekre hallgatva, mert én a vízijátszó terekhez nem értek, de ugye van már ilyen Magyarországon, és ott azért súlyos forintokba került a további üzemeltetése, mert az egy dolog, hogy valamit elkészítünk. Ugye a fenntartása is fontos. És hát egy ilyen vízi játszótérnek az üzemeltetése, fenntartása, népegészségügyi okok és egyéb vagy szempontok szerint azért nem egy egyszerű dolog. Ez a dolog elmaradt. Nem sokan kérték rajtam számon, de ez még az elején a vízióknál, hogy egy vizes környezetben ez milyen jó lenne. Ez felmerült, de ezen túl gyakorlatilag minden. Van műfüves focipályánk, kosárlabdapályánk, petánkpályánk, olyan hálós, pókhálószerű várak, amiket még jó magam is kipróbáltam, mert az életben nem voltam ilyenen. Fantasztikus élmény. És kialakultak tényleg a parkolók, ami azért az ott élőknek is nem titkolt szándékom volt, hogy megkönnyítsük a mindennapjait, hiszen ezek a parkolók nem nézik, hogy most a parkba jött valaki, hanem vagy haza, úgymond az autót várja, ha van szabad hely, akkor le lehet parkolni. Én azt gondolom, hogy most van szabad hely. Többször el szoktam menni, és mindig látom és figyelem, hogy mi a helyzet. És hát ugye a futóknak nagy álmuk valósult meg, hogy egy széles, ugyan nem rekordtán, hiszen azért az elég drága dolog lenne, de egy murvás, kultúrált, egyengetett és szegélykővel ellátott futókör lett kialakítva. Azóta is több barátom elkezdett futni és csinálja, és mindig megköszöni, bár mondom, nem nekem kell megköszönni, hanem azoknak a szakembereknek, akik ezt valóban egyébként papírra vetették, és aztán ezen a módon pedig megvalósították. Vannak még terveink egyébként továbbiakban, de erről majd akkor.
pedig pont ezt szerettem volna kérdezni, hiszen ugye azt tudom, hogy az eredeti projekthez képest ugye 1,250 millió valahogy így a végeredménye az összegnek, ugye újra kellett pályázni, mert hogy több volt a bekerülési költsége, és hogy ezen túl akkor még mi minden az, amire mondjuk itt a palotavárosi lakók számíthatnak? Itt az 1,3 milliárd forint bődületes pénz. Ezt arról annyit kell tudni, hogy ebből körülbelül 1 milliárd került elköltésre a palotavárosi tavaknál, és több olyan projekt is volt a városban, mint például az Öreghegyi Túrózsáki utcán egy sportkomplexum. Az jó kísérleti dolog volt. Gyakorlatilag az a 200-valahány millió az arra ment el. Ott kiderült egyből, hogy ez a dolog ez jó és életképes. Az emberek igénylik és vágyják a kulturált időtöltést, a szabadban eltölthető időt, és gyakorlatilag így került kialakításra, és valóban az elején a megtervezett feladatok, illetve célok nem fértek bele a költségvetésbe, ez módosításra került, de mivel polgármester úrnak jó viszonya van az irányítóhatósággal Budapest felé, hiszen gyakorlatilag ez egy rövid tárgyalás után visszavonásra került, és újra bepályázásra, és megkaptuk a nagyobb összeget, tehát azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ne csak helybe értsünk szót, hanem azokon a helyeken is, ahol ezekről a nagy pénzekről döntene. Viszont így, hogy most körbesétálnánk a tavat, tényleg azt látjuk, hogy rengeteg család van, gyerekeknek van nagyon sok kikapcsolódási lehetőség, tényleg a sportolási lehetőség ott van, játszóterek akár, horgászás, majd erről is egy picit beszéljünk. És mi minden lehet még így a jövőben? Milyen tervek vannak még? Hát, akkor kezdjük a horgászással. Ugye és ehhez kapcsolódóan, ugye a Hofesz az, aki a tavakat üzemelteti, és ilyen nívós és nagy hírre szertevő horgásztavat varázsolt a palotavárosi tavakból, és nem csak a városból, hanem országos szinten is járnak ide versenyezni, és egyébként folyamatosan lesznek is versenyek, és vannak is. Ő nekik kell egyébként köszönetet mondanom ahhoz, hogy a tavaknál egyrészt a halünnep kapcsán egymásra találtunk, és egy olyan gasztró rendezvényt tudtunk elindítani. Ugyanis sajnos most kell mondanom, vagy elmondhatom most is, hogy az idén sem kerül megrendezésre a halünnep, és hát ugye tudjuk, hogy sajnos tavaly se volt, de így is már a hetediknél járunk. Ehhez kapcsolódóan majd lenne egy meglepetésünk, de erről most nem beszélnék, hogy majd hogyan szeretnénk úgymond a halünnep szellemét fenntartani Nagy Attila, Úrfi Tomi és Pamin Gerede szellemiségével. Reményeink szerint nekem elmondták az ötletüket, nekem tetszik, tehát mindenkit biztatok majd, hogy éljen a lehetőséggel. Hát amit látok, még fejlesztési lehetőséget, ugye ezek a tavak, amikor a lakótelep készült, akkor került kialakításra. És ahogy az elején fogalmaztam, vagy elmondtam, hogy ugye ezek felszíni víz, zápor, úgynevezett záportartalmak, tehát felszíni víz csapadékgyűjtők, amelyek pufferelik azt a rengeteg vizet, amikor egy Székesfehérvár méretű városra, ugyan a felsővárosról beszélünk, mert a város másik fel az Aszalvölgyi járok, illetve a Jáncsárárokba folyik, de ez ugye a felsővárosi rész, ez felénk folyik, akkor készült el, és ez eléggé el is szaposodott, és reményeink szerint egyrészt a küszöbb szintet lejjebb kellett vinni, hogy több víz férjen bele, ez viszont azt eredményezte, hogy nem magamtól vagyok okos, csak az Úrfi Tomi elmondta, és innentől kezdve, hát nem mondom, hogy halszakértő vagyok, de el tudom azt mondani, amit megtudtam az ügyjel. Lecsökkent az a víztömeg, ami szükséges egyébként a biológiai aktivitáshoz, működéshez, és ezért ezt úgymond kotrással fel lehet javítani. A vízszint marad, de ugye lefele megyünk, és a kikerülő iszap és egyéb kotolt anyagból építenénk hasonló szigeteket, illetve félszigeteket, mint mondjuk a Sóston. Tehát ez a úgymond a legmodernebb szemlélet, hogy nem, ez, ugye az iszap az veszélyes hulladéknak minősül, de hogyha ezt ott helyben
meg tudjuk oldani, hogy ne kerüljön elszállításra, hanem felépítésre kerüljenek a tó felszínébe, akár élőhelyek, akár mondjuk pados kiülőhelyek, akkor én azt gondolom, hogy mindenképp egy emeltünk a tónak a minőségi szintjén. De csak gondoljunk bele a csónakázó tónál, ott is hasonló megoldás történt. Volt egy kis sziget, a tó kotrásra került, és a kikotort iszapot pedig abból építettek egy, illetve hozzáépítették a szigethez, nagyobb tér áll rendelkezésre az ott pihenő vágyán, vagy az ott pihenni vágyok részére, hogy egészen pontosan fogalmazza. És aztán többen kérdezték, hogy mondjuk az északi tónál miért nem megyünk körbe a járdával, illetve ezzel a futófelülettel. Hát mert valahogy a társadalmi egyeztetés során abban egyeztünk meg, hogy a horgászoknak sem alakítjuk teljesen át az életterét, és az ő kérésük az volt, hogy ez a felső sáv, tehát gyakorlatilag a két tóból a felső tónak a felét, azt nem azt mondom, hogy érintetlenül, de nem avatkoztunk bele, nem került világítás oda, nem került út. Ez az ő kérésük volt, és mi ezt mindenképp szeretük volna tiszteletbe tartani. És nem mehetünk el a környezetvédelmi szempontok mellett sem, ugye zöld tüdő, a város zöld tüdeje, ott a tavak mentén található kis erdő, illetve most már egyre több a fák száma. Ez hogyan valósul meg a jövőben? Mi minden lesz még itt? Milyen lehetőségek vannak? Hát most a pontos számok, azt hiszem úgy van, hogy 12 hektárnál járunk fásítással kapcsolatban. Egy része a Gajapatakon innen van, tehát a tavak mellett, az alsó tó és a patak között található egy nagyobb fásítás. Nagyobb fásítás történt a Hübner utcába, szintén a patak ezen oldalán, illetve a nagyon nagy hektáron pedig a patak túloldalán, amit hát most annak a résznek a nevét nem tudom, de ez körülbelül ugye az alsó városi rét és a Fekete-hegy között található terület, amely erdősítésre kerül, nem is fásítást mondanék, hanem erdősítésre. Ott kialakításra kerültek már teszt, vagy kísérleti, hát nem ágyások, hogy most a közösségkertre ültet eszembe, hanem teszt ültetések, próbaültetések, hogy melyik fa hogyan viszonyul ehhez a talajhoz. Azon túl, hogy egyébként a Vadex szakemberei nagyon profin és jól meg tudják mondani, hogy milyen földben milyen talaj kell, de ezzel foglalkozni kell, tehát ez tudomány. Ők ezt ott még néztük, szépen megvalósították, és hát egy kis idő kell, nem sok, mondjuk egy 10 év, és azt mondhatjuk, hogy Palotaváros ezen részen bizony erdőbe él, és én biztos vagyok benne, hiszen ha csak kisebb erdőket is veszünk, vagy fás területeket, a mikroklímát olyan mértékben tudja befolyásolni a panel rengetegbe, hogy ez csak a javára szolgálhat az ott élőknek. Beszéljünk még egy kicsit a közbiztonságról, hogy ezen a területen mennyire élhetnek nyugodtan a családok. Teljesen nyugodtan. A közbiztonsági szempontból ami probléma lehet, egyszer kapitány úrral elmentünk, illetve nem, tartottunk egy lakossági fórumot közbiztonság témakörben. Egy belügyminisztériumi pályázat során kellett megkérdeznünk az itt élőket, hogy miben látják a jó oldalát, vagy a rossz oldalát, tehát mit éreznek a szubjektív biztonságérzet alatt, ők mit értenek. És hát a fórumnak az első 20 perce nagyjából alól ment el, mint vitatkozás, hogy a kutyáknak a sétáltatása során maradt produktumát, ugye a kutya tulajdonosok nem mindegyike szedi fel, és elég 100-ból egy, aki ott hagyja, és biztos vagyok benne, hogy a nem kutyás azt fogja megtalálni. Tehát az első 20 perc erről szólt. Tehát én azt gondolom, és ekkor a kapitány úr azt mondta, hogy a nagyobb problémák ne legyen közbiztonsági területen, de ezt mint kis anekdóta meséltem el, mert azért a közbiztonság az fontos dolog, és ehhez kapcsolódóan Palotavárosnak az érintettsége az inkább abban jelenik meg, vagy abban fejezhető ki, vagy abban manifestálódik, hogy azok a fiatalok, akik bejönnek a városba,
és azt biztosan állíthatom, hogy nem fehérvári fiatalok, mert a palotavárosi polgárőrséggel ugyan ilyen néven nincsen, nem szerepelnek, de az Alba régi a polgárőrség főbb emberei, ők mégis a palotavárosiak, tehát én így hívom őket. Tehát a velük történt járőrözés során kiderült, hogy a vidéki agglomerációból bebuszozó gyerekek őszintén nincs hova menniük, és nem találnak más megoldást, játszó tereken kezdenek el, hát nem elég elítélhető módon mondjuk alkoholt fogyasztani, és ott indul meg egyfajta, hát közbiztonságra nem különösen veszélyes dolog, de mégiscsak zavaró jelenség, amely egyrészt hangoskodásban fejeződik ki, illetve hát egy idő után a gyerekek az erő és az alkohol hatására, illetve hát a tavasz hatására, én azt szoktam mondani, hogy elkezdik dobálni a falevelet. Ez egy ilyen, mégiscsak a nem identitások ébredezik, és ezt próbálják ők úgymond előadni a jelenkor eszközeivel. Ez sajnos meg nem áll másból számukra, mint mondjuk a játék eszközöknek a tönkretétele. Ennek sajnos komoly költségei vannak, minden alkalommal megpróbáljuk ezeknek az okát, illetve a felelősét megtalálni. Nem egyszerű dolog, de amikor kimegyünk és beszélgetünk, akkor ez előbb-utóbb azért rádöbbennek a gyerekek is, hogyha tönkretesznek egy padot, amin ülnek, akkor legközelebb nem tudnak ráülni. Ez egy nagyon egyszerű logikai folyamat, de mégse gondolják, hogy ez rajtuk múlik, pedig csak rajtuk múlik, hiszen hogyha a mellettük lévő társaság, mikor nem is ők a rosszak, hanem a mellettük lévő társaság, és nem azt mondom, hogy rájuk szólnak, de mégiscsak jelzik, hogy azért az nem helyes, amit csinálnak, akkor mégiscsak előrébb juthatunk. Ez egy hosszú folyamat, és itt igazából mindenkinek segíteni kellene, és segít is egyébként, mert számtalan olyan lakó él Palotavárosban, aki, hát nem azt mondom, hogy szemem, az én szemem, vagy a szemem helyett szemem, vagy a polgárőrség szeme, de mégiscsak akár a rendőrséget is veszük, csak akkor tudnak intézkedni, polgárőrök csak akkor tudnak oda menni a helyszínre, hogyha van információjuk, hogy mikor, ki, mikor, mit csinál. De legjobb, ha rögtön történik a bejelentés, és hogyha van szabad polgárőr, van szabad rendőr, akkor biztos, hogy oda fognak menni és intézkednek. És ez fontos, hiszen a gyerekek előbb-utóbb rájönnek, hogy nem lehet úgymond büntetlenül kárt okozni, mert a palotavárosiak figyelik őket. És hát azért sem, mert ugye az elmúlt időszakban azért nagyon sok játszótérfejlesztés is történt a palotavárosi tavakon túl is, ugye a Családok Ligete és a többi sorolhatnánk. Nagyon kevés idő maradt a műsorunkból. Nem, biztos voltam, hogy elbeszélgetünk. Egy-két mondat erejéig a jövőbeli tervek mik lennének a palotavárosi északi részét tekintve? Palotavárosi észak részét tekintve, hát óvatosan fogalmazok, de mégis a minap megjelent időszaki újságban azért van egy apró, aki elolvasta, azt tudhatja. Tehát azért Palotaváros északnak nincsen közösségi tere. Sajnos ebbe a palotavárosi tavak rekreációja kapcsán nem tudtuk ezt megvalósítani. Nem is feltétlen kell, mert egyébként azt nem mondtam el, hogy a rendezvénytér kialakításra került ott koncerthelyekkel, vagy koncerthelyjel, villannyal, vízvétellel, vécézési lehetőséggel. Tehát ezen túl kellene egy olyan központi hely, amely biztosítja az ott élőknek azt, hogy, illetve az ott működő civil szervezeteknek esetleg azokat a lehetőségeket, amelyekkel az ott élőket tudják támogatni. És hát nem kell nagyon körülnézni Palotavárosba, mert nyilván ott van a bőrgyár, amely egy kicsit eklektikus, kicsit romos, kicsit, szóval csak baj van vele jelen pillanatban, mert hallom, illetve kérik tőlem, hogy valamit kezdjünk vele, mert nem szép, csúnya, rombolója a tájat, vagy hát az épített környezetet. És azon túl, hogy egyébként számtalan épület, én azt hiszem, hogy megkerestek egyébként a kempósok is, hogy ugye most az ő épületük sajnos műszakilag a szakemberek megalapítása szerint nincsen olyan állapotban, hogy azt tovább bérbe lehet adni, ezért az lebontásra kerül.
És ennek kapcsán vizsgáltuk meg a Bőrgyárnak a további lehetőségeit, és számtalan olyan épületet találtunk, ami csak később került úgymond odaragasztásra, egy ilyen adhok jelleggel, tehát ha kellett nekik egy valamilyen kis raktár, akkor azt odafalaszták. Ha kellett még valami, akkor azt is odafalaszták. Most ezektől szeretnénk megtisztítani a főépületet, azt a patináns, klinkertéglás főépületet, ami számomra a Bőrgyárt jelenti, és ennek szeretnénk egy olyan funkciót adni, hát hogy milyen forrásból, milyen lehetőségekkel, ez majd a jövő zenéje, de hát én azon dolgozom, és az úgy képviselem a palotavárosiakat, hogy ez meg is valósulhasson. Tehát egy letisztult, szép épület, ami egyébként a múlt, palotaváros múltja, meg tudnánk őrizni, és egy új funkcióval át tudnánk adni a palotavárosiaknak, székesfehérváriaknak. Szerintem ez egy elég szép terv a jövőre nézve. A kisebb tervekről talán nem is beszélek, mert azzal fognak a lakók találkozni, de csak megemlíteném, hogy előttünk áll hát középtávú módon a György Oszkár térnek az átalakítása, Vaspári Pál általános iskola előtt. Az iskolának nincsen úgymond közösségi tere, ott szeretnénk ezen javítani, illetve az István Király általános iskolának a parkolóját, pedig reményeim szerint szakemberek ezzel biztattak, hogy idén meg tudjuk valósítani, hogy egy olyan parkolót tudunk kialakítani, ami az ott élőknek is jó. Hiszen ez este a Kiss and Go, ha jól tudom. És aztán Kiss and Go megoldással is, de most is úgy működik, mert annyira szűk hely van, hogy gyakorlatilag megáll egy autó, puszi-puszi, vagy Kiss and Go, kiszáll a gyerek, és megy tovább az autó, és gyakorlatilag egymást szabályozzák az autók, ez kialakításra kerül még az idén. Még azért a tervek közt, mert tudom, hogy nem sok időnk van, de azért elmondanám, hogy a palotavárosi közlekedési koncepció, ami egy ilyen szép fogalom, de ez nagyjából annyit takarna, vagy amit már elkezdtünk, hogy azokon a helyeken, ilyen például a Kelemen Béla Hübner András utca kereszteződése, akkor a piacnál van két körforgalom tervbe, hogy kialakításra kerül. Azért, mert az ott élők információi alapján hiába tettünk, ami egyébként én sem szeretek, úgynevezett forgalomlassító katedrát, köznyelv szerint fekvőrendőrt, de nem tudnak átmenni az úton, mert nincsen zebra. Hát most a zebrának a kialakításának a feltételei az egy bonyolult közlekedésjogi rendszerhez kötött, tehát ebben most nem mennék bele, de abban a pillanatban, hogy körforgalmak kerülnek kialakításra, minden egyes becsatlakozó ágon fel tudunk festeni zebrákat, és megfordul a játék, bocsánat, hogy így fogalmazok, tehát nem az autósnak kell eldönteni, vagy megengedni, hogy átmenjen a gyalogos, hanem a gyalogos fogja a saját személyével, létével jogot formálni arra, hogy ő átmenjen az úton, mert a lehetősége meg lesz, és ő így megállítja az autós forgalmat, neki pedig, most nem azt mondom, hogy kutya kötelessége átengedni, de át fogja engedni. Ezzel azt remélem, hogy a gyalogos közlekedés az javulni fog, hiszen az elkészült tavakhoz a leáramlás vagy a lesétálás az meg fog sokasodni. Tehát nem csak 100 ember fog oda menni, hanem reményeim szerint 2000. Ez az egyik előnye, illetve a másik előnye az, hogyha ilyen úgymond darabos lesz az autós közlekedés, akkor azok az agglomerációk, amelyekből délről mondjuk kikerülik a belvárost, a Palotai utat, és Kelemen Béla utat úgymond egérútként használják, ők ezt már esetleg nem találják olyan jó egérútnak, és így a palotavárosiaknak a pihenő övezete az lehet, aminek szeretnénk tenni. Így röviden ennyi. Nem tudom, mennyi idő volt. Hát én mindehhez a munkához sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy itt volt és beszélgettünk, és remélem, hogy a jövőben is tudunk hasonló nagy volumenű eredményekről beszámolni. Köszönöm szépen a meghívást. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Viza Attila önkormányzati képviselő volt a vendégünk. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!